Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hit Rádió, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó oldalán dr. Egedi Gergelyt, Nagy-Britannia szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, a politikai tudományok doktora. Jó napot kívánok! Kezdjük ha. Bejelentették, ugye egy évszázada nem történt ekkora előrelépés az Ír-sziget újraegyesítése felé, ugyanis Észak-Írországban tartott választásokon a Sinn Féin nevezetű párt nyerte a legtöbb szavazatot, és így övék a legtöbb mandátum, ők alakíthatnak kormányt, és először lehet katolikus vezetője Észak-Írországnak. Mekkora jelentősége van ennek a hírnek, és egyáltalán ezeknek az eseményeknek? Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon jelentős fejlemény, mert ha egy pillanatra csak, de visszatekintünk a történelemre, ami általában itt nélkülözhetetlen, és most is az, akkor ugye felidézhetjük, hogy a Ír-szigetet 1921-ben, tehát az első világháború után osztották ketté. Ugye azt megelőzően az Ír-sziget, tehát Írország egésze, a brit fennhatóság alatt állt. A 19. század második felére az ír nemzeti mozgalom nagyon megerősödött, és önkormány, belső önkormányzatot követelt, később pedig teljes elszakadást, és ennek a nyomásnak engedve Lloyd George kormány 1921-ben felosztotta a szigetet, mégpedig oly módon, hogy a 6 északi grófságot, amelyekben protestáns többség volt, Észak-Írország néven az Egyesült Királyságban hagyta, és a 26 déli megyéből pedig megalakították az ír szabad államot, ami aztán később ugye az ír köztársaság lett. Tehát az Ír-sziget 1921 óta ketté van osztva, és hát az ír nemzeti mozgalom, mondhatni a határ mindkét oldalán, egy alapvető célkitűzésnek tekintette és tekinti, hogy egyesítsék a két részt. Ugye viszont ez nem egy egyszerű dolog, mert ahogy említettem is, a 6 északi protestáns többségű grófságban azok, akik a protestánsok, a leghatározottabban ellenzik az egyesítést, és ők minden áron az Egyesült Királysághoz akarnak tartozni, illetve hát a korábbi évtizedek zavargása alatt még egy olyan irányt is kialakult, hogy akkor legyenek inkább önállóak, de az biztos, hogy semmiképp se tartozzanak a katolikus többségű Írországhoz. Tehát tudjuk, hogy itt nagyon súlyos vallási diszkrimináció történt korábban a katolikusok kárára, hát most nyilván attól tartanak a protestánsok, hogy az valamilyen módon megismétlődhet. Hát nyilván a mai világban ennek azért olyan nagy esélye nincs, de lényeg az, hogy semmiképp nem akarják, hogy egyesüljön a két része a szigetnek. Milyen jelentősége van a 98-as nagypénteki egyezménynek a viszonyok kialakításakor? Az egész Brexit témakörben is kulcsfontosságú volt, hogy a észak-írországi feszültségeket, zavargásokat, sőt véres összecsapásokat az úgynevezett nagypénteki egyezmény szüntette meg, ezt 1998-ban kötötték, és ennek azért van roppant jelentősége a most történtek szempontjából, mert ez a belső hatalom megosztása elvére épült, ezt mondta ki, egészen pontosan azt, hogy a helyi kormányzat vezetője, akit első miniszternek neveznek, mert a miniszterelnök ugye csak egy lehet az Egyesült Királyságban, mindig a legerősebb pártból kerül ki. Hát ez ugye folyamatosan is megszakítás nélkül a protestánsok köreiből került ki, hát a legerősebb protestáns párt, a Demokratikus Unionista párt, ez a párt adta az első minisztert. Na de a 98-as nagypénteki egyezmény azt is kimondta, hogy hatalomosztás egyébben a kormányban a második legerősebb pártnak is helyet kell kapnia, ez pedig szükségképpen a katolikusok pártja volt, és a miniszter, az első miniszter helyettesét, tehát a de facto a kormányfő helyettesét, tényleg ez a párt adja, és csak együtt kormányozhatnak. Tehát egy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy koalíció kényszert ír elő a
a nagypénteki egy, és most is tulajdonképpen, és akkor ugye most visszatérünk a jelenben, jelenbe, azt látjuk, hogy győztek a színfején képviselő, ugye ez az egykori Iránnak a politikai szárnya, a radikális katolikus párt a Sinn Féin, és ennek megfelelően ők adhatják majd az első minisztert, de egyedül nem kormányozhatnak, mert az is benne van az egyezményben, hogy a második legerősebb párttal együtt kell működniük. Most ugye ez egy nagy kérdés, hogy hogy fog megvalósulni, mert a Demokratikus Unionista Párt vezetője, ők egyébként sokat veszítettek a mostani választáson, a korábbiakhoz képest. A Sinn Féin 27%-ot kapott a Demokratikus Unionista Párt még csak 25%-ot. A vezető már jelezte, hogy nem biztos, hogy beszáll a kormányba. Ha viszont nem száll be a kormányba, akkor nem lesz Észak-Írországnak kormánya, mert csak együtt kormányozhatnak. Most van nekik egy feltételük, és ez pedig akkor ugye átvezet itt az Észak-Ír problémakör egy másik nagyon fontos ágához, a Brexithez. Azt követeli a legerősebb protestáns párt, de ebben a kisebb protestáns pártok is támogatják egyébként, hogy azt a bizonyos Észak-Ír protokollt, amelyet Boris Johnson 2019-ben a Brexit egyezmény feltételeként fogadott el, töröljék el, vagy nagyon alaposan módosítsák. Mi van ebben a protokollban? Ugye ez a protokoll azt írja elő, hogy a Nagy-Britanniából Észak-Írországba irányuló áruforgalmat különböző bürokratikus eljárásoknak vessék alá, mert ugye fönnáll a veszély, hogy idézőben használom a veszélyt, ugye az Európai Unió ragaszkodott ehhez, hogy a különben Észak-Írországból átmegy az akadálytalan határon az ír köztársaságba az áru, tehát belép az EU területére. Na most ugye a Brexit megállapodás azt mondta ki, hogy Észak-Írország természetesen az Egyesült Királyság része marad, viszont az Európai Unió piacának is a része marad, és ezzel biztosítják a 98-as nagypénteki egyezménynek azt a kitételét, feltételét, hogy a sziget két része között akadálytalannak kell a forgalomnak ennie. Tehát csak szimbolikus lehet az északír írhatár. Ugye erről ment majd 4 évig a vita és a tárgyalás a Brexit ügyében. És ez viszont, amit a Boris Johnson elfogadott, nagyon előnytelen az északi protestánsok szempontjából, mert ezzel tulajdonképpen a határt szimbolikusan, de bizonyos szemben valóságosan is, Észak-Írország és Nagy-Britannia három része közé helyezte, tehát Anglia, Skócia és Wales közé, képletesen szólva, ugye szokták is így mondani, az Ír-tengerre helyezte a határt. Hiszen Ír-szigeten belül a megállapodás alapján nem lehet határ, de mert az EU ragaszkodott nagyon keményen ahhoz, hogy az áruk ellenőrzés nélkül ne juthassák be Angliából, Skóciából, vagy Walesből Észak-Írországba, ezért bürokratikus ellenségeknek vetik alá. És ezt nehezményezik a protestánsok, mert már az a körülmény, hogy ők egy külön gazdasági egységet alkotnak, ugye már az ország integritását fenyegeti, és a bürokratikus eljárások pedig ugye gazdaságilag is hát mindenképpen problematikusak. Az ír katolikusok, a Sinn Féin szavazói, akik viszont abban érdekeltek, hogy minden szorosabb kapcsolat jöjjön létre az ír köztársasággal, és ezáltal egyébként az EU-val is, őket ez nem zavarja, tehát ők ragaszkodnak az uniós protokoll megtartásához. Tehát ez egy nagyon bonyolult helyzet, mert ugye ez a feltétel, tehát a protokoll módosítása vagy eltörlése, amit egyébként Boris Johnson nagyon szívesen megtenne, csak az Európai Unió nem engedi, ez egy olyan feltétel, amit nagyon nehezen fogja tudni teljesíteni. Enélkül viszont, ha nem lép meg be a kormányba
a protestánsok, akkor működésképtelen lesz Észak-Írország, ami hát volt már történelmi példa, és akkor hát majd bizonyos tömbek között Londonból fogják irányítani. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jelentős fordulópont, és akkor még egy lényeges mozzanatot tegyek hozzá, hogy a Sinn Féin be is jelentette, ahogy ezt talán már korábban is jelezte a választás előtt, hogy a következő ciklusban, a következő 5 éven belül szeretné a népszavazást kiíratni arról, hogy Észak-Írország csatlakozzon az társasághoz. Tehát a sziget egyesítéséről. A nagypénteki egyezmény ezt elviekben egyébként lehetővé teszi, tehát ez fontos, lehetségesnek tartja, de csak népszavazás dönthet erről. Na most persze azért az nem biztos, hogy minden katolikus az egyesülés pártja lenne, tehát ezt azért automatikusan nem tételezhetjük fel. Minden esetre a Sinn Féin szavazóinak a többsége támogatja az egyesítést, tehát ez mindenképpen egy nagyon újszerű helyzet fog teremteni, és egészen biztos, hogy a protestánsok, akik éppen harciasak, mint a katolikusok voltak, ezt nem fogják ölbetett kézzel nézni. A Sinn Féin mennyiben változott a polgárháború óta? A katolikus párt annyiban mutatott változást, hogy a Sinn Féin korábban ugye nagyon szorosan együttműködött az IRA-val, tehát az ír köztársasági hadsereggel, hát annak a politikai szárnyaként is szokták emlegetni, és a nagypénteki egyezmény nyomán a fegyveres eszközöktől és a fegyveres erőszaktól elhatárolta magát. Tehát úgymond alkotmányos eszközökkel küzd. De tudjuk, hogy korábban Észak-Írországban, ugye 1968, mert akkor törtek ki a nagyon ilyen zavargások, és 1998 között hát több ezer ember vesztette életét összecsapásokban, merényletekbe, különböző politikai indítatású gyilkosságokban. Na most a Demokratikus Unionista párt, tehát a legerősebb protestáns párt is természetesen alkotmányos alapokon áll, de hát az Északír Társadalomban ez a hagyomány, ha szabad így fogalmaznom, tehát a fegyverekhez való nyúlás hagyománya benne van, tehát nem zárhatjuk ki, hogy a protestánsok veszik elő ezt a fegyvert, ha ez szóba kerülne komolyan az egyesülés. Azt, hogy most lehet először katolikus kormányfője Észak-Írországnak, ez mennyiben változtat a helyzeten? Mióta a státusza, például a kormányfőnek mekkora hatalma van, fog ő tudni olyan dolgokat tenni, vagy azt a céljait úgymond elérni, amit a pártja diktál, vagy amit a pártja vízióként kitűzött? Hát én azt gondolom, hogy egy közepes erejű jogköre van neki. Hát neki a legfontosabb víziója, hogyha ezt a nagyobb távú célt tekintjük, teljesen egyértelműen az, hogy Észak-Írország mint politikai egység megszűnjön, és olvadjon bele az ír köztársaságba. És ezért nyilván fog tudni tenni, mert tudja a katolikus társadalmat mozgósítani, tud propagandát kifejteni, nem léphet viszont túl a törvényes kereteken. És ugye, mivel a nagypénteki egyezmény eredetileg éppen a katolikus kisebbség védelmében előírta azt, hogy a második legerősebb párt nélkül semmit nem lehet tenni. Most az ő keze lesz ugye paradox módon megkötve. Ugye azt azért láttunk el, hogy a Sinn Féin győzelme mögött itt két tényezőt is ki tudunk emelni, talán érdemes is kiemelni őket. Hát az egyik az, hogy a katolikus közösségen belül a demográfiai ráta hát egyértelműen magasabb, mint a protestáns közösségen belül. Tehát eredetileg 1921-ben körülbelül úgy nézett ki, hogy a protestánsok egy bő kétharmados többségben voltak, és a katolikusok egy szűk egyharmad. És az évtizedek során az arányok folyamatosan változtak a katolikusok javára.
Ez az egyik lényeges tényező. A másik pedig az, hogy szerintem, ha összefogtak volna a protestánsok, akkor most még azért tudtak volna győzni, de itt komoly viták voltak az ő táborukon belül is, többek között a Brexit szezon viszonyügyében. Tehát a Demokratikus Unionista Párt nem fogott össze az Ulsteri Unionista Párttal, most nem akarom itt a kedves hallgatókat itt az ír pártok felsorolásával terhelni, de több protestáns párt is van. Ha ezek mind együttesen lépnek föl, akkor lehet, hogy más eredmény lett volna, sőt valószínűleg, de mivel megosztottak voltak, így a katolikusok pártja jól szerepelt. És van egyébként egy harmadik párt, az Alliance, a Szövetség párt, ezt azért érdemes kiemelni, mert ugye hát Észak-Írországot éles vallásközösségi ellentétek feszítik, de ez egy olyan párt, amelyik mind a két táborra épít, mind a két táborból szerez szavazókat, tehát egy felekezet közi, vagy a felekezeteken átívelő párt, és most elég jól szerepelt a választásokon 17%-ot kapott, ha jól emlékszem. Ha már itt tartunk, ugye pénteken úgy tudom, hogy helyhatósági választásokat is tartottak Nagy-Britanniában, ahol több helyet elvesztettek a brit konzervatívok, és emellett lehet értékelni ezt az észak-ír eredményt is, hogy ott pedig ez a Sinn Féin nevezetű párt nyert, amely nacionalistának van írva, vagy tehát így hivatkoznak rá. Igen, itt szokták emlegetni, hogy nationalista, amit ugye hát lehetne a magyarra inkább nemzetinek is fordítani, de a hazai sajtóban valóban, ahogy tetszik mondani, inkább a nacionalista jelzés szokott megjelenni velük kapcsolatban. Tehát a lényeg, hogy a brit konzervativizmusnak most, ahogy írják, több helyen is, több pofont is kapott most egy idejűleg. Mi a helyzet Nagy-Britanniában, és ez a helyhatósági választások mekkora jelentőséggel bír az országban, és hogy fognak megküzdeni, vagy hogy fogják orvosolni az északír eseményeket? Például lehet erről már valamit tudni, mert nyilván nekik is van ezek két szavuk. Az északír esemény, természetesen, az északír események az elsősorban összekérszába fogják alakítani, de természetesen van szavuk, mert a népszavazáshoz ugye Londonnak is áldását kell adnia, és tudjuk, hogy Boris Johnson a skótok hasonló igényét, hasonló törekvését már több ízben elutasította, tehát valószínű, hogy nem fogja pártolni, sőt egészen biztos, hogy nem fogja pártolni az Észak-Írország elszakadási törekvését, tehát ezt meg is lehet érteni, mert hát miniszterelnökként az ország integritásáért nyilvánvalóan felelős. Na most még az ön kérdésére visszatérve, igen, ezzel egy időben ugye Észak-Írországban parlamenti választásokat tartottak, Angliában, Skóciában és Walesben pedig klasszikus helyhatósági vagy magyar kifejező önkormányzati választásokat, és ez elég nagy vereséget hozott a konzervatívoknak, 487 képviselő helyet veszítettek. Ugye, itt brit politológusok át is számolták ezt nagyon durván, hogyha ez egy országos választás lett volna, hát nem az volt, akkor ez körülbelül egy 30%-os szavazatarányt jelentene, ami egyértelműen rosszabb, mint a elmúlt évek teljesítménye a konzervatív párt részéről, és a munkáspártnak kb. 35% jönne ki, tehát 5%-kal vezetne jelenleg a munkáspárt, ha országgyűlési választásokról lett volna szó. Na most a munkáspárt nyert valóban az önkormányzati választásokon, de azért nem olyan sokat. Nem olyan sokat, tehát tulajdonképpen egy érdekes helyzet alakult ki, mert ugye ennek az önkormányzati választásnak volt egy ki nem mondott, és ott formálisan az önkormányzati választásokhoz semmiképpen kapcsolódó tétje, mégpedig Boris Johnson pozíciója. Ugye hát már a kedves hallgatók is emlékeznek arra, hogy a miniszterelnököt több botrány is megrázta az ő helyzetét, leginkább ugye az ilyet pártigét, hogy azok a botrányok, hogy a Covid karantén alatt a Downing Street-en meg másutt is tartottak olyan rendezvényeket a konzervatív vezetők, amelyek egyébként az átlagember számára tilosak voltak, ugye meg volt szabva, hogy hány ember
találkoztat egymással, és hát ezt ugye jelentősen túllépték létszámot tekintve ezek a rendezvények. Sőt, az odáig ment, hogy a rendőrség hivatalosan is megbírságolt ezért Boris Johnsont. Ugye a brit politika történetben még nem fordult elő, hogy regnáló miniszterelnököt közigazgatási jellegű bírság érje ilyen értelemben. Tehát ez meglátta Boris Johnson pozícióját, méghozzá olyannyira, hogy nagyon sok konzervatív képviselő is elgondolkodt azon, hogy talán jobb lenne más valaki a Downing Street 10-be, úgyhogy elindult egy kvázi aláírásgyűjtés a konzervatív frakción belül, hogy tartsanak bizalmi szavazást Boris Johnsonról. Ugye a brit konzervatív pár szabályzata azt írja elő, hogy a frakciótagok 15%-ának kell a bizalmi szavazást indítványoznia. Ez a szükséges minimum jelleg, ha jól emlékszem, 54 fő, és pontosan nem tudni, mert ezt titokba tartják, hogy hány aláírás, illetve pontosabban levél, mert levél formájában jelzik a képviselők, hogy kérik a bizalmi szavazást. Nos, hogy mennyi gyűlt össze, azt pontosan nem tudjuk, de hát viszonylag közel van ehhez a számhoz, ennyit lehet sejteni. Na most éppen ezért ugye az önkormányzati választások eredményét sokan úgy interpretálták, hogy ez döntése jut a Boris Johnsonról is. Na most a konzervatívok valóban veszítettek, miközben sokat, de igazság szerint a fő rivális, a munkáspárt csak kismértékben tudott javítani, mert az elvesztett helyek legnagyobb részét a brit pártrendszer harmadik tagja, a liberális demokraták kapták, és mindenképpen kisebb fenyegetést tettek a konzervatívokra, mint a jelenleg vezető munkáspárt. Úgyhogy úgy néz ki, de ezt nagyon óvatosan mondom, mert ez aztán mire adásba kerül a beszélgetés, megváltozhat, hogy Boris Johnson megúszta ezt, tehát olyan veszteségnek nem tekintik, hogy az ő pozíciója ezért megrendülne. De mindenképpen figyelmeztető jel, és hát ezt egyébként a Tory berkeikben is nagyon világosan látják, hogy több mindenre változtatni kell. Ugye hát akárcsak egész Európában, Nagy-Britanniában is első számú probléma a nagy áremelkedés, az infláció, és akkor sokan vitatják, hogy a kormányzat Covid stratégiája az helyes volt-e. Nagyon sokan hibáztatják a kormányt azért, hogy az Egyesült Királyságban is sokan meghaltak a Covid-ban, sőt, ugye bizonyos értelemben rekordokat is döntöttek ezzel Európában. Tehát ez is egy vitatéma. Úgy összességében azért nem olyan jó a Boris Johnson megítélése. Egyébként ugye a britek mindig mérik a közvélemény állását. Hát most Boris Johnsonnak a népszerűsége nagyon leesett, lesüllyedt. Én nagyon szépen köszönöm ezt a széles látókörű kitekintést, amelyet nyújtott nekünk, itt akár Írországgal, illetve a brit választásokkal kapcsolatban. Dr. Egedi Gergely, Nagy-Britannia szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, politikai tudományok doktora volt a vendégünk. További szép napot kívánunk! Köszönöm szépen!